hogy a szegény embereknek meg legyen teremtve! Sziasztok, srác Klenkin, Doma vagyok, és eltökozok egy kávét magammal már. Ez meg ez kávé kell. Na gyerekek, meghoztam a lútot. Fasz a kávé. Ez rohadt jó lett. Csak bele is csapni kell. Vágjunk is beletek a mai videóba, ami viszont úgy gondolom, hogy erről beszélni kell, mert ti is betekintést nyerhessetek videóim mögé, hogy én ezt hogyan látom, hogyan gondolom, így visszanézve. És a mai videóban is erről lesz szó, feltétlenül a pozitív oldaláról, hanem a negatív oldaláról. Negatív! Igen, tudom, hogy nem feltétlen ilyen videóval kéne kezdeni, de majd január közepe fele fogjátok majd látni. Úgyhogy ezt a teóriás videóm után fogjátok majd szerintem látni. Beszélnék szerintem nektek három darab olyan videóról, amit személy szerint nem vagyok rá annyira büszke. Visszatekintve arra, hogy ebből a fejjel nézve arra, hogy akkor milyen indulattal és készítettem ezt az egész videót, kicsit szégyellem is magamat miatta, mert háromba talán. Kettő videó háromba, top háromba benne van. Meg tudhatjátok már, hogy melyik ez a két videó. Az első az pedig nem más lenne, mint a Domi Pova Rend. Domi Pova Rend tényleg az az első ilyen rendem így a csatornán. Bevallom őszintén, hogy akkor nem feltétlen voltam ebben tisztában, hogy ez milyen hatásokat, milyen indulatokat váltott ki emberekből, és úgy voltam tényleg abban vele, hogy nem volt alap koncepció, tényleg csak készültek a videók, és igazából ennyi volt a csatorna. Egy ilyen videóm is akkoriban berobban kb. Így a csatornán, az átlag nézettséghez képest. Voltam tényleg abban tisztában, hogy ez a srácotok milyen hatásokat generálhat, rengeteg sok utálatot kapott így is alapból, és kicsit szégyellem tényleg az, hogy erre én még tetőztem is. Törölték ugye ezt a csatornáját, ugye, ami volt annó. Nem tudom, lehet, hogy ez most szőrös szívvel hangzik, vagy nem. Szerintem, hogy ez így történt, mivel szerintem a srác az ugyanúgy kapta volna folyamatos negatív kommenteket, és nem feltétlen láttam azt így utána is követve egy csatornáját, hogy valamerre szeretne elindulni, és változtasson ezen. Meg lett az eredmény a srácra, de úgy gondolom, hogy ez így lehet jó, mert így legalább nem akkora utálatot, és szerintem ez így jó, ahogy történt. Másik videóm, ez pedig nem más, mint a csatorna legnézettebb videója, az az Akuntóval ismét lecsapott, ami volt NBA Ball is ügy. Erre miért nem vagyok büszke? De nem vagyok büszke. Miért? Első szempontból a minőség, az összeszeretlenség, illetve az előadásmód miatt is. És hogy miért? Egyrészt, hogy nem tartottam humorosnak, kettő nem tartottam igényesnek, és ráadásul még összeszeretlen is voltam, és hogy miért? Alapvetően így visszanézve össze-vissza beszéltem, mert szét volt a gondolataim, mert jön időnképpen a meggondolatlanság, az, hogy nem vagyunk tisztában tényleg avval. Most én akkor nem voltam tisztában, manapság igazából erre egyre jobban figyelek, hogyha csinálok is olyan videót, akkor odafigyeljek arra, hogy mit mondok, pont ezek miatt, a videók miatt is, ugyanis én tényleg nagyon-nagyon-nagyon durván elemzem a régi videóimat. Alvilágot a mostanikhoz képest, és összevetem és levonom tényleg a következtetéseket avval kapcsolatban, hogy merre indultam el, és avval kapcsolatban, hogy merre fejlődtem, mik azok, amiket javítani kéne. Szerintem így tudok a legjobban és legeffektívebben fejlődni, ti is videósok vagytok. Hogyha mondjuk például új videókat csináltok, akkor mindenféleképpen a régi videókkal, nem más videóikkal vessétek össze a sajátotokat, hanem saját magatok videóit vessétek össze, a régebbit az újabbal, és abból kaptok tényleg egy képet, ott tudjátok tényleg saját magatok a legjobban észrevenni azokat a hibákat, tehát a dolgokat, amiben a legjobban fejlődtetek, amiben még kéne. Fontos az, hogy te saját magad tud külső szemlélőként nézni a saját videóidat. Nézzük is a harmadik videót, az pedig nem más, mint amit már rég repriváltoltam, vagy egy pár napja, ez pedig nem más, mint a betelt a pohár, és egy hülyeség miatt, aminek teljes mértékben nem kellett volna tanúbizonyságot mutatnom videóban is, tényleg csak az indulat szólt belőlem, úgyhogy tőle elnézést kérni, hogy akkor a videókat megcsináltam. Úgyhogy igen, srácok, lányok, ez a három olyan videó, amire nem vagyok én büszke. Arra se, hogy videó közben itten kávét iszogatsz, ahelyett, hogy fakerálnál a nézőknek. Na várjál csak! Na úgyhogy igazából fontosnak éreztem ezt a videót elkészíteni. A miértjét ezt igazából meg is tudom egyből indokolni. Szerettem volna, hogy ti is látnátok azt, hogy nem feltétlen
vagyok én se minden videómban megelégedve, illetve hogy az én saját hibámra is ráreflektálni, hogy én nekem is vannak olyan videók, amiket megbántam, vannak olyan videók, amik sok olyan videó volt, amit mondjuk megvágtam, több órát vágtam, editeltem, és fogtam és kitöröltem, mert egyszerűen nem tetszett, szar volt, unalmas volt, hogy mehet a kukába az egész, mert nem tetszett. És fontos az, hogy amikor én videókat csinálom nektek, akkor első szempontból tudom, hogy ez nagyon ilyen önzőn hangzik, vagy tényleg bármi, ugye amikor megcsinálom, megvágom, akkor azt én úgy csinálom, hogy saját magamat szórakoztatom ezáltal. Én szeretem ezt az egészet csinálni, mert azáltal, hogy én feltöltem azt a videót, amivel én saját magamat szórakoztatom, a legtöbb esetben vele titeket is szórakoztatok. Több komolyabb hangvételi videó, annak nem feltétlenül az a tényezője első célpontja a szórakoztatás, sokkal inkább egy hibára ráreflektálás, meg az, hogy egy adott dologban az emberek, de úgymond egy kicsit hatást gyakorolják, hogy ez mondjuk nem jó, meg mondjuk például a túlszájdos kritikát, hát ja. Úgyhogy igen, skacok, ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, még lesznek ilyen videók, mert tényleg szeretem ezeket csinálni. Látogjátok a kijelzőn, hogy nagyon sokatok meg tetszett, pont nem érdekelt az, hogy mennyien nézik meg, szimplán az érdekelt, hogy mennyi embernek tetszik, amit csináltam, és nagyon sok olyan kommentet kaptam, hogy nagyon jó lett a videó, meg stb. Cuccos dolgok. Gyerekek, de gyászul áll. Ha ennyi is lettem volna, srácok, lennék a mai videóval, remélem, hogy tetszett, és hogyha így van, akkor mi van? Küldjétek oda azt a like gombot, gyerekek, minden szétreped alattan az a szék. Úgyhogy, ha tetszett tényleg a videó, akkor csapassatok egy feliratkozást a csatornára, és hogyha gondoljátok, akkor osszátok meg ismerőségeteknek is. Ha ennyi is lettem volna ebben a videóban, srácok, lányok, még egyszer boldog új évet szeretnék kívánni nektek, a videóban pedig találkozunk, addig is lehet. Nagyon jó, én Dama voltam. Na. Sziasztok! Szövetlen!